Kedves betegünk, szeretettel köszöntjük az Országos Onkológiai Intézet Onkológiai Képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központjában. Kezelőorvosa kérésére osztályunkon CT vagy MR vizsgálata fog történni. Mind a CT, mind az MR modern képalkotó eljárás, amelyek során az ön egyik testrészét fogjuk most megvizsgálni. Jelen oktatófilmünkben szeretnénk ön tájékoztatni a vizsgálat menetéről, a képalkotó módszerről, valamint a vizsgálat után történő eseményekről. A 18-as épületben CT és MR vizsgálatokat végzünk, valamint a 3-as épületben CT vizsgálatok elvégzésére van lehetőségünk. Megérkezésekor kérjük húzzon sorszámot, majd a kijelzőt figyelve menjen az adott pultnál lévő kollégánkhoz, aki felveszi önt a számítógépes rendszerbe. Amennyiben beleegyezik, adja át fénymásolás céljából előzőleg más intézetben készült leleteit, CD-jét és zárójelentéseit. Ezzel a leletezéshez a vizsgálóorvos számára több információ áll rendelkezésre. A vizsgálat elvégzéséhez írásbeli beleegyezése szükséges, melyet a kollégáinktól kapott nyilatkozaton a vizsgálat előtt kell megtennie. A nyilatkozatot a beszólításkor kell átadnia a vizsgálatot végző kollégánknak. Hasi, kismedence CT vizsgálat előtt a tápcsatorna feltöltésére 1,5 liter vizet kell elfogyasztania 1,5 óra alatt. A folyadéktól átmenetileg esetleg hasmenése lehet, erre 1-2 napig karboaktivátusz vagy egyéb más orvos által felírt gyógyszer szedése javasolt. Ha előre felkészül a vizsgálatra, jelentősen meggyorsítja azt. Előző leletei, zárójelentését, képi dokumentációját, ha van CD-t, DVD-t, pendrive-ot, készítse össze és hozza magával. A vizsgálat előtt 3-4 órával már ne egyen, gyógyszereit vegye be, folyadékot fogyaszthat. Ha kontrasztanyag beadására is sor kerül, egy hónapnál nem régebbi laborleletre lesz szükség, mely tartalmazza a karbamid és kreatinin értékeket, mely nekünk fontos a vese funkció megítéléséhez. A vizsgálat előtt vetkőző fülkében tud lepakolni. A CT vizsgálathoz nem kell levetkőznie. Kérjük, hogy olyan ruhában jöjjön, hogy a vizsgálandó testrészen ne legyen semmiféle fémtárgy. Cipzár, csat, öv, gomb, ékszer, zsebeit is ürítse ki, óráját vegye le, kivehető műfogsorát vagy hallókészülékét távolítsa el. Nyakkendőjét és övét lazítsa meg, karját tegye szabaddá a vénás injekcióhoz. Ezt követően értéktárgyait hozza magával és a vizsgáló helyiségben tegye le. Amennyiben kontrasztanyag beadására is sor kerül, kollégáink egy branült helyeznek el az egyik karján, mely a vizsgálat teljes ideje alatt bent marad, a vizsgálat végeztével pedig eltávolítjuk. CT vizsgálat, azaz komputertomográfia egy speciális röntgenvizsgálatot jelent. Hagyományos röntgenvizsgálat kapcsán egy szummációs képet, azaz az árnyékképet készítünk, míg a CT vizsgálat kapcsán a különböző képpontok voxeltartalmának sugárgyengítési együtthatóját számoljuk ki komputer segítségével. A megkapott értékekhez megfelelő szürkeségi skálát rendelünk, és ezáltal kapunk harántmetszeti képeket. Ebből kifolyólag a különböző szervek akkor fognak különbözőképpen látszani a képen, hogyha annak a sugárgyengítési együtthatója értéke különböző. Ezt még kontrasztanyaggal befolyásolni tudjuk, ha a beteg kontrasztanyagot kap, szövetek különbözőképpen veszik fel a kontrasztanyagot, és a különböző szervek különböző sugárgyengítési változást érnek el, és ezáltal mind időben, mind térben változik a sugárgyengítési együttható ezáltal a kép is. A vizsgálat röntgensugárral történik, ezért kérjük, hogy feltételezett vagy biztos terhességét még a vizsgálat előtt jelezze nekünk. A CT készülékünk asztala 150 kilós testsúlyig terhelhető, ezért csak a súlyhatárt meg nem haladó betegeinknél végzünk CT vizsgálatot.
Előfordulhat, hogy az ütemezett előjegyzés ellenére is önnek várakoznia kell, mert az akuttan jelentkező súlyos betegek soron kívüliséget élveznek. Beteg társai nevében is köszönjük segítő türelmét. A vizsgálat időtartama körülbelül 5-től 20 percig tarthat. A vizsgálatra asszisztensünk szólítja, aki végig közvetlen kapcsolatban lesz önnel, számos kérdést fog feltenni. Kérjük, legyen bizalommal iránta. A CT-vizsgálat gyakorlatilag röntgenvizsgálatnak felel meg. Ön kényelmes körülmények között fog feküdni a vizsgálat alatt. Fontos, hogy az asszisztensünk által beállított testhelyzetből ne mozduljon el. A CT-felvétel általában normális belégzés utáni mély belégzésben, légzésszünetben készül. A légzés ütemezéshez utasítást kap a mikrofonon keresztül. A vizsgálat közben a betegek nagy része intravénás kontraszt anyagot kap, mivel bizonyos elváltozások így pontosabban megítélhetők. Közölje, ha előző vizsgálatakor kontraszt anyag allergiát tapasztalt, vagy előző CT-vizsgálat, vese vagy eperöntgen érfestés során rosszul léte volt. Kérjük mindenképpen jelezze, ha bármilyen gyógyszerre, anyagra, ételre allergiás vagy túlérzékeny. Ha ön cukorbeteg és metformin tartalmú cukorgyógyszert szed, intravénás jódtartalmú kontrasztanyagot csak akkor kaphat, ha a vizsgálat előtt és után két nappal, valamint a vizsgálat napján ezeket a gyógyszereket nem veszi be. Azaz 5 napig szünetelteti a cukorgyógyszer szedését. Kérjük, hogy ezt kezelőorvosával előzetesen beszélje meg, továbbá előre jelezze, ha jódérzékenysége vagy pajzsmirigy túlműködése van. A röntgensugár alkalmazása valós kockázattal nem jár. A pácienseket általában a Magyarországon mindenkit érő kozmikus háttérsugárzás 1 éves mennyiségénél kevesebb dózis éri, aminek kimutatott káros hatása nem ismert. A korszerű technikáknak köszönhetően a vizsgálatok alacsony sugárterheléssel járnak. A vizsgálathoz szükség lehet kontrasztanyag intravénás beadására, mely a vizsgálat értékét jelentősen növeli. Kontrasztanyag beadása esetén csak nagyon ritkán lépnek fel mellékhatások, melyek legtöbbször enyhék és jól kezelhetők. Személyzetünk képzett és felszerelt az ilyen jellegű mellékhatások kezelésére. A kontrasztanyag beadásakor gyakran melegségérzés, vizelési inger, szájszárasság, gyógyszeres szájízérzés tapasztalható 100-ból 1-10 esetben. Nem gyakori mellékhatásként, 1000-ből csak 1-10 beteg esetén, enyhe tünetek léphetnek fel, amelyek rövid ideig tartó panaszokat okozhatnak, émelgést, hányingert, tüsszögést, náthát, bőrviszketést vagy csalánkiütést. Nagyon ritkán, 10 000 betegből kevesebb mint 1 esetben súlyos, életveszélyes allergiás reakció is felléphet eszméletvesztéssel, keringészavarral, de ezek azonnali kezelésére fel vagyunk készülve. Ha meleg duzzanat és fájdalom keletkezne a szúrás helyén, az érgyulladásra utal. Kérjük, hogy keresse fel kezelőorvosát ilyen esetben. Kérjük, ha bármilyen panasza van a kontrasztanyag beadása közben, a vizsgálat alatt vagy után a kötelező várakozási időben, azonnal közölje velünk. A vizsgálatot követően 20 percet várakozással kell töltenie. Kérjük, ne hagyja el az épületet. Munkatársunk az intravénás branült el fogja majd távolítani, amennyiben kontrasztanyag adására került sor. A képanyagot radiológus szakorvos elemzi, a leletet az EST felületén fogják majd megtalálni, valamint kezelőorvosokkal való konzultációt követően a kórházi rendszerben is megtalálható lesz a lelet. Ha ön előre felkészül a vizsgálatára, jelentősen meggyorsítja azt. Előző leleteit, zárójelentését, elkészült képi dokumentációját, CD, kérjük készítse össze és hozza magával. Kontrasztanyagos MR vizsgálathoz éjgyomor szükséges, ezért kérjük, hogy vizsgálat előtt 3 órával már ne egyen. Folyadékot fogyaszthat, gyógyszereit beveheti. A kontrasztanyagos vizsgálat elvégzéséhez 1 hónapnál nem régebbi laborlelet szükséges, mely a vesék működését mutató kreatinin és karbamid szintet is tartalmazza. A vizsgálat előtt a vetkőző fülkében tud lepakolni, amit be is tud zárni. Kollégáink köpenyt adnak önnek, amit a vizsgálathoz fel kell vennie.
Itt teljesen le kell vetkőznie, és kérjük, minden tárgyát hagyja ott. A vizsgálat alatt csak fémtárgyat nem tartalmazó fehér neműt viselhet. Az öltöző ajtókulcsát legyen szíves vigye magával a vizsgálóba. A mágneses rezonanciás vizsgálat modern képalkotó diagnosztikai eljárás, amely révén igen sok információt nyerhetünk a vizsgált testrészről. A módszer által nyújtott információ jelentősen segíti kezelő orvosát a betegség megállapításában, a kezelés megtervezésében. Az MR vizsgálat során önt nagy térerejű mágneses térbe helyezzük, és nagy frekvenciás rádióhullámok segítségével vizsgáljuk meg. Az eljárás hatására a szervezetben bekövetkező energiaváltozásokat egy nagy teljesítményű számítógép részletes felbontású, háromdimenziós képé alakítja. A fájdalommentes MR vizsgálat nagy előnye a CT-vel szemben, hogy nem használ röntgensugárzást. MR vizsgálat nem végezhető azoknál a betegeknél, akiknek testébe műtét során mágnesezhető anyagot építettek be, mert a mágneses térben a helyükről elmozdulhatnak, és súlyos, akár életveszélyes sérülést okozhatnak, valamint a vizsgálat nem lesz értékelhető. Ilyen eszközök például a pacemaker, csípő vagy egyéb ízületi protézis, szög, csavar, fémbillentyű, ideg vagy érsebészeti érszorító, fülimplantátum. Amennyiben az öntestében ilyen vagy hasonló eszközök előfordulnak, kérjük jelezze a vizsgálatot végző kollégának. Szintén jelezze a 6 hétnél frissebb tetoválását, valamint klausztrofóbiáját és feltételezett vagy valós terhességét is. A testén viselt fémtárgyait és egyéb értéktárgyait, halókészülék, óra, lánc, fémcsat, testékszer, műfogsor, művégtag a zárható öltözőben tudja hagyni. Az MR berendezésünk asztala 200 kilós testsúlyig terhelhető, ezért csak a súlyhatárt meg nem haladó betegeinknél végzünk vizsgálatot. Napot kívánok, nincs pacemaker-e, protézise, semmilyen fém. Jó, mehetünk be a vizsgálóba. Az operátorunk bekíséri az MR vizsgálóba, és megkéri, hogy helyezkedjen el a vizsgálóágyon. A vizsgálathoz szükséges testhelyzetet, többnyire hanyatfekvő pozíció, miután ön felvette, felhelyezik a szükséges tekercseket, majd a vizsgálóágy beemeli önt a mágneses csőbe. Fontos, hogy a vizsgálat alatt mozdulatlanul maradjon, és a vizsgálóágyon kényelmesen helyezkedjen el. A vizsgálat körülbelül 20-40 percig tarthat, a vizsgálandó területtől függően. A gép hangos zörejeket bocsájt ki, a zaj ellen füldugót, fülhallgatót fog kapni. A vizsgálat során folyamatosan tud kommunikálni munkatársunkkal a beépített mikrofonon és hangszórón keresztül, valamint a kezében tartott pumpával jelezheti munkatársainknak, amennyiben panasza lenne. Szükség lehet arra, hogy a vizsgálat közben intravénás kontrasztanyagos injekciót adjunk annak érdekében, hogy több információt szerezzünk az elváltozás helyzetéről, méretéről és típusáról. Ezek a kontrasztanyagok ritka földfém tartalmúak, például gadolinium. Szövődményük, mellékhatásuk pontosan nem ismert. Kérjük jelezze, ha allergiáról, kontrasztanyag vagy egyéb, például gyógyszerre, ételre vagy más anyagra túlérzékenységről tud. A felvételi pultnál kapott nyilatkozaton legyen szíves válaszolni arra, hogy hozzájárul-e a kontrasztanyag alkalmazásához vagy nem. Amennyiben a fentiek alapján beleegyezik, hogy önön vagy gyermekén, gondozottján az MR vizsgálatot elvégezzük, szükség esetén kontrasztanyag alkalmazásával, kérjük jelezze azt a beleegyező nyilatkozaton, és aláírásával hitelesítse. A mágneses rezonanciának nincs ismert káros hatása az emberi szövetekre. A kontrasztanyag okozhat néha allergiás reakciót, mely rendkívül ritka és jól kezelhető. Személyzetünk képzett és felszerelt az ilyen jellegű mellékhatások kezelésére. Kérjük, ha bármilyen panasza van, a kontrasztanyag beadása közben, a vizsgálat alatt vagy után a kötelező várakozási időben azonnal közölje velünk.
A vizsgálatot követően 20 percet várakozással kell töltenie, kérjük ne hagyja el az épületet. Munkatársunk az intravénás branült el fogja majd távolítani, amennyiben kontrasztanyag adására került sor. A képanyagot radiológus szakorvos elemzi, a leletet az EST felületén fogják majd megtalálni, valamint kezelőorvosokkal való konzultációt követően a kórházi rendszerben is megtalálható lesz a lelet. Köszönjük szépen, hogy megtisztelt jelenlétével, és következő alkalommal is szeretettel látjuk Önt az Onkológiai Képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központban. Viszontlátásra!